összefoglalnánk egy kicsit a dolgokat először, különösen az új embereknek, akik mondjuk lemaradtak ilyen összefoglalókról, és ezért nem érdemek egy büdös szót se, kukot se, nézni kifelé a fejükből. Tudnék, mi egy másmilyen világképet rakosgatunk itt össze, és ebben a világképben érdekes módon belefér a tudomány minden tudományossága, ami tényleg tudományos, és belefér a vallás is, pedig nem erőszakoskodjuk össze a kettőt. Ilyet már megpróbálta. Nem, nagyon köszönöm. Tehát nem erőszakoskodjuk össze a kettőt, és mégis belefér. Mert valahogy, ha az ember elkezdi megcsinálni a világot, akkor egyfajta rendszer ki fog jönni. Ugye, most úgy mondogatják, kétféle világkép van, ugye van a vallásos ember, meg a materialista, aki igen gyakran még Isten tagadó, és nem hogy elhiszi, nem hiszi, hanem kimondottan gyűlöli, aki ilyeneket mondogat. Szóval van ilyen is. Hát, ugye az a nagy kérdés, hogy láttad-e már Istent? Te. Láttad már? Hát, ugye? Igen, és ez egy nagyon döntő kérdés, és ez bibliai. Nem kell itt semmit belerőltetni. János, minden, ami lett, az igéből lett. János könyve. Tessék megnézni, ott van benne. Na most, mi az, hogy minden, ami lett, az igéből lett? Akkor ez az asztal? Igen? Igen. Akkor az én mellényem? Igen. Akkor ez a karika rajta? Igen. Akkor te? Igen. Aha. Tehát akkor milyen hülyeséget beszélnek a materialisták? De a vallásosok is. Érted? Mert azt hiszik, hogy mert fölfele nézegetnek az égre, rettentően aranyosak, kedvesek, szeretem, nincs vele semmi bajom, csak éppen gyerekek. Hát most, mert azt gondolja, hogy az Isten az valahol fent van, felette, és aki Új-Zélandon imádkozik, az pont fejjel lefele áll hozzánk képest, és ő amarra néz, vagyis hogy lefele, akkor ő az ördög közé imádkozik. Hát dehogy is. Hát ha minden az Istenből van, vagy az igéből van, ugye? A kettőt majd megnézzük, egyeztetjük. Ha minden, akkor... A sátán is. Akkor a sátán is. Úgy bizony, nagyon zűrös, úgy de nagyon zűrös. És tényleg, ha úgy azokat az eltent részeket, ami a sátánnal foglalkozik, elkezdjük nézegetni, akkor kiderül ugye, hogy az egyik fő angyal volt a sátánél, ugye, az egyik főangyal, akit aztán kitagadtak, mert valami olyasmit csinált, ami nem bírta az égzengést, vagy valami olyasmit csinált. Jó, rendben van, de akkor ő még mindig Isten. Hát persze. Akkor harci hisztériákat folytatnak a Szent Háromságra, Atya, Fiú, Szentlélek, ugye? Mi az az Atya, Fiú, Szentlélek? Az én nagyon kedves és általam nagyon tisztelt erdélyi barátaim, azok azt mondják, hogy ezek olyan hülye háromistenesek, ugye, mi vagyunk, mert egy Isten van, és egy az Isten, és ezt mondogatja. De nem mond más, csak ez az egy mondata van, hogy egy az Isten. Aludtam ilyen nagyon kedves úriembernél Erdélyben, és próbáltam vele beszélgetni, nem lehetett. Rögtön el, mint egy ilyen paprikát vett volna a szájába, szinte ilyen fölpaprikázva mondta, hogy egy az Isten szal! De egyszerűen nem lehetett vele beszélgetni az Istenről. Mondom, én nem mondtam, hogy nem egy. De nem lehetett vele beszélgetni. Szóval addig tart az ő vallása, hogy egy az Isten, push! És ne gondolkodj, ne mondj semmit, ne gondolkodj róla, semmit ne csinálj róla. De ez meg nem jó. Ez nem jó. És nem ellene vagyok, nem arról szól a történet, mert ha minden, ami lett, az égéből lett, akkor egy az Isten, hát egy büdös, ilyen picike szót nem mondok ellene, hát hiszen az. Hát hiszen egy az egész rendszer, egy a világ. És az a kérdés, hogy hogy a csodába lehet, mi lehet az az Isten, hogy elmond az, hogy mi lehet? Hát a vallásosok jelentős része egy öreg szakállas palit, ilyen, mint a, mit tudom én, a Sixtusi kápolnában, hogy felfestették, hogy az Ádámnak
adja a lelket, így szikráztatva, vagy mit tudom én, hogy? Hát igen. Az a nagyon érdekes, hogy a Michelangelo az nagyon sokat tudott, mert az egy öreg, beavatott lélek volt. És a pápa a bibliai tiltás ellenére, ami azt mondja, hogy ne ábrázold az Isten tégre, földre, levegőre, vízre, sehová, tényleg azt mondja a bibliai tiltás, amit érdekes módon a Mohamed állag betartana, és hogyha valaki egy ilyen ember alakot próbál festeni az Isten képére, akkor azt szétverik, szétlövik, hisztiznek, hogy szét eltüntessék. És közben, az nagyon érdekes, hogy közben az ő rendszerükben ugyanarról van szó. Tehát ha a Koránt elolvasod, vagy a Bibliát elolvasod, akkor ugyanazt mondja el. Tehát ugyanúgy benne van az Egyiptom, a zsidók kivonulása, minden ugyanúgy megvan benne, mint a Bibliában. Megvan a Korán, magyarul el tudod olvasni, nem csak arabul van meg, megvan magyarra lefordítva. Sőt, mondhatjuk, hogy egész jó beszélő viszonyban vagyok azzal, aki lefordította, mert éppen a, tudom én, valamelyik két hónappal ezelőtt együtt vacsoráztunk. Igen. És most Bécsben ő a bíróságnak a vezetője, a Sharia bíróságnak a vezetője. Tehát, hogy beszélgettünk, és nagyon rendes ember, és egyből befogadta a Mohamedán közönség, befogadta, akkor lefordította magyarra a Koránt, de szerintem a Koránban is benne van, hogy ne fordítsd le semmilyen nyelvre. Szerintem abban is benne van, hát a Bibliában benne van, ugye? Mert hogy azzal az érvel fordították, tűzzel, vassal is nagyon, sok halott, tehát sok áldozata volt ennek a mozgalomnak, hogy a Bibliát kényszeresen le kellett fordítani, hogy a szegény, az embereknek a kezével lehessen adni az Isten szavát. Hát ez rendben van. Csak egy icipici probléma van vele, az pedig a Biblia legutolsó oldalán tartózkodik. Tessék kinyitni a Bibliát otthon és megnézni. A legutolsó oldal 18-as, 20-as szúrában ott van benne, hogy ne tegyél hozzá egy szót se, ne vegyél egy szót se. Ott van? Emlékeztek rá? Na most, az a nagy kérdésem te tőled, hogy el tudod-e képzelni, hogy lefordítasz 1100 oldalnyi szöveget úgy, hogy egy vesszőt se változtassál rajta. Ez képtelenség. Tehát ha én elszólom magam, hogy hülye, aki ezt nem vette észre, akkor ez csúnya dolog, nem szép dolog. Tehát, bogárkám, hát ott van a tiltás. Ott van a tiltás. És lefordították. És tűzzel, vassal lefordították. És minden nyelvre lefordították. Csak egy nagy baj van, ez egy kódszöveg. Az a nagy baj ezzel a Bibliával, hogy ez egy kódszöveg. Ez tényleg az Isten adta? Igen, de csak az eredetit. A kódszöveg az kódszöveg. Le tudsz-e fordítani egy keresztrejtvényt angolra? Ez a kérdésem, ugye? Mert ez egy mátrix, egy bonyolult térbeli mátrix. Az azt jelenti, hogy a betűket be kell írni egy ilyen nagyon bonyolult szerkezetbe, és egy megfelelő algoritmus szerint kell a betűk között ugrálni, hogy hármat viszintesen, négyet fölfele, egy kettőt jobbra, hármat balra, tehát megvan neki a lépési függvénye. És azt szerint kell kiolvasni belőle a szöveget. És ráadásul ezt az egész mátrixot legalább 24-szer el lehet fordítani. Tehát ahányszor elfordítom, mindig egy teljesen új szöveget ad ki. Értitek, hogy miért nem lehet lefordítani? Hogy miért dilis az, aki ezt nem értette meg? Hát azért dilis, mert hát ha ezt lefordítod, akkor vége. Tudni, ez az érdekes dolog, hogy óhéberül volt ez leadva, ez az anyag. És igen ám, csak hogy az óhéber betű az egy darab, azaz egy darab térbeli betűnek az árnyéka. És azt az árnyékot sok pozícióval lehet fordítani. Egyébként kiadja még a latin ABC-t is, hogy más nem mondjam. Az egész latin ABC-t, pontosabban az angol ABC-t adja ki. De
latin betűket is ki lehet hozni belőle, de az eredeti tetraéder mátrixa az óhéber betűk, a pontozatlan óhéber betűket adja ki. Az azt jelenti, hogy nincsenek benne magánhangzók, pontosabban egy darab van benne. Az egy darab, mert az az Isten jele. Nagyon érdekes, mert ez a kezdő betűje a Matrix rendszernek akkor, amikor az anyagi részecskét írja le. Tehát az anyagi részecskét is leírja, olyan mértéktelen pontossággal, hogy ezt el sem tudod képzelni, nagyon részletesen leírja, hogy hogy néz ki belül egy anyagi részecske. Na most vajon melyiket írhatja le? Igen, a neutronot. Mert az anyaghoz tulajdonképpen csak neutronok kellene. Mert hogy a neutront, ha fény közelébe viszed, kicsit megvilágítod, akkor nagyon gyorsan, 12,7 perc alatt, az nem nagyon gyors, mert milliomod másodperces reakciók szokásosak az atomfizikában, de ennyi idő a felezési ideje, tehát 12,7 perc, annyira bomlékony, és mire bomlik? Hidrogénre, vagyis hogy egy darab oxigénre, meg egy egy darab protonra, meg egy darab elektronra. Tessék, parancsolj! Kicsit 22-es csapdájának gondolom, azért mert hogy a fény az nem is részecske is, ugye a fény már... A fény az nem részecske. Hát, nem, bocsánat, hogy anagok... Kvantumnak kvantum, de nem részecske. És hullám természetű is, tehát anagok... Hullám természetűnek, igen. Akkor viszont valamilyen módon előbb kell lenni a neutronnak, és csak utána lehet a fény, nem? Nem. Nem, a fény előbb van. Mert hogy keletkezik a fény? Két tahionnak a találkozásából keletkezik egy fénykvantum. De ha nincs még téridő, akkor téridő keletkezik, és nem pedig ez a fény, amit itt látunk. Tehát ez már a fényben. Érdekes, mert így, ahogy mondom most, fény a fényben, meg lehet találni a bibliai szövegben. Tehát, hogy fény a fényben. És csak vegyétek már észre, hogy ahogy a pap az mit mond a misén? Így van. Belőle, benne, általa. Ugye? Minden belőle van. Ez a János könyv, amit mondtam. Hát ugye, igen, minden az igéből lett. Tehát ez nem más. Belőle van minden, benne van minden, és általa van minden. Mi az, hogy benne van? Na? Kisebb és a legnagyobb. Ő a legkisebb és a legnagyobb, és persze az is a Upanishadban van, na most már mindegy. De azért, ha már itt szóba hoztad, az is az nem más, mint Jézusnak a keleti neve, csak a sok lükebóka nem jött erre rá. Ennyire lükebóka, hogy ha fölütöd a török szótára, tüst föl, a frissen megjelent török szótára tüst föl, hiszen 10 éve megjelent, de nem nagyon régi, és ott megnézed, mit jelent az, hogy Isa, és az lesz ott, hogy Jézus. Igen. És akkor mindjárt más hangulatot kapasz, hogy Isa, Púres, Hamu, Vogunk, ugye? Ott mindjárt más hangulatot kap. De nem az Isa, az nem bizony, mint ahogy nekünk ezt mondták a magyar tanár. Istenpor és Hamu vagyunk. És az nagyon mást jelent. Nagyon-nagyon mást jelent. És ez az, amit valahogy mindig elsúnyogtak. Pedig ott van. És tehát keleten úgy hívják Jézust, hogy Isa. Isa profétának hívják. És csak úgy mondanám, hogy a mohamedánok nagyon tisztelik. A legnagyobb profétának tartják. Tehát nincs olyan, hogy őt ott gyűlölik, meg felejtsd már ezt a butaságot. Nem, szentként tisztelik. Csak a sok hülye egymást rosszítja a vallást, mert ő benne egy egyszerű kép van. Ölni. Majd aztán kitaláljuk, hogy tuszkoljuk az Isten zsebébe a balhét, tudod? Én lelőlek, és azt mondom, remegett a kezem, csúszott a golyóm, be volt olajozva a cső, majd mindent fogok mondani, hogy én nem lőttelek én téged ide, de hogy eszembe sem volt, kicsúszott ez a hülye golyó. Hát
ott voltál, jaj de cipi. Hát így működik a hazug. Így működik a hazug. Na itt van, tessék, proféta is a Jézus. Tessék megnézni. Angol nyelvű, de a muhammedán vallásban ott van. Tehát, hogy profétának mondják most is, tehát nagy tiszteletnek örönt, vagyis, hogy ez a sok hülye hisztériázó, amik itt buták, mert buta, fogalma nincs róla, mindent előadnak, gyűlölködik, mondja. De soha nem is találkozott semmivel ezzel kapcsolatban, de nagyon gyűlöli. Hát igen, így működik az ember. Tessék, parancsol. Azt szeretném kérdezni, hogy a hamisan elintált iszlámot, hamisan azt állítják róla, hogy ők azt mondják, hogy, hogy az egyetlen proféta, aki van, az Mohamed volt. De itt lehet látni, hogy is a proféta, és alatta van a formula, hogy áldás legyen rá, és ugyanezt használják, ugye, úgy Mohameddel kapcsolatban. Tehát akkor már, amit nekünk mondanak, az már, mert semmi nem igaz ebből. Semmi nem igaz ebből. Minket uszítanak egymás ellen, mert tudod, az van a divide et impera. Oszd meg és uralkodj. Ez a világ így működik. Tehát egymás ellen kusztanak. Te, hogy áll neked a füled? Így jöttél végig az utcán, szóval, érted? Szóval egymás ellen kell minket uszítani. És amikor jó egymás ellen, most jól előttük egymást, ott maradnak az aranyékszerek a nyakadba, a füleden, viszik el fel. Én nem nőttem le semmit, ez itt hagyta a földön ezt az aranyláncot. Így működik a gangster. Tehát, és a buta. Na most az, aki ide most bejön, az az iszlám hívő, az, én arról ismerem meg egy iszlám hívő, hogy ötször imádkozik egy nap. Na most én figyeltem a keletűnél, hogy imádkoznak-e. Érdekes dolog történt. Hármat láttam imádkozni, és 1500-at nem. Értitek, hogy mi a baj? Amikor szóltak neki, akkor csináltak ilyen színházat. Csináltak színházat, de csak amikor szóltak neki. Úgy van, hogy de hát így nem fogják elni, hogy ti muhammedánok vagytok, vagy iszlám hívők vagytok, hát nem imádkoztok. Nincs nálad ima szőnyeg. Bizony, szőnyeg lebukik. Igen. És itt minden lebukik. Lebukik. Ezek zsoldosok, akik itt jöttek. És össze-vissza hazudnak előre, elvisznek. Ezek zsoldosok. Nézd meg! A gyerekek, már olyan menekülteket láttál, aki ilyen stóla pénzzel menekül. Tehát így tele van lóvéval, dollárral, meg euróval, van mindennel. Szóval így van nála egy ilyen 50 millió. Némelyiknél láttam így a saját szemem, hogy kb. 40-50 millió euróban, forintban, 40-50 millió, ott volt nála így. Tehát annyi 100 eurós volt nála, hogy csak néztem. Ez a menekült. Ja, és akkor parancsokat ott osztja a parancsokat mindenkinek, meg ezt csináltuk, azt csinált, mondogatja, osztogatja a parancsokat. Persze, mert azok a tizedesek, vagy mit tudom, ötödösek, én meg nem tudom mondani, akik ottan irányítják. Ilyen kis csoportokban az egész rendszert. És akkor jönnek ilyen katonára nyírt, katonás kinézésű, mozgású, férfias mozgású legények, 18-tól, vagy 15-től jönnek 40-ig ilyen, ti mondottan, láthatóan, kiképzett katonák. Nézd, ez nem ringatja senkit, mint egy buzi az egyetem presszóval, szóval hogy mondjam neked, ez férfinak néz ki, ugye elsőre. De nem akar azt te tőled semmit, csak a pénzedet akarja azt lelőni, mint a kutyát, vagy elvágja a nyakad, mert drága golyog. Szóval azt hiszed, hogy ő tele van szeretettel irántod, akkor azt mondja, nem tele van gyűlölettel irántod, és csak a parancsot várja, csak valamelyik már nem bírja kivárni a parancs végét. Na visszatérünk tehát arra, hogy ezek a vallások, mint az iszlám is, rendelkeznek azokkal a tanokkal, amik a világ teremtéséről szólnak. És engem csak az érdekel. Tehát engem a többi nem túlzottan érdekel. Engem csak az érdekel, hogy az is a világ teremtése megvan ezekben, és hogy van meg benne. Érdekes egybevágóságot mutatnak. Tehát a dél-amerikai indián, aki egy szább pöcsbe ott rohangál az őserdőbe, és ugyanazt mondja el a teremtésről, mások a szereplők
a teremtési játékban, elmondja a Noé történetét. Hogy mindenféle állatokat össze kellett gyűjteni, meg magokat, meg mit tudom is azt fölvinni egy hajóra, vagy csónakra, vagy mi. Tehát ugyanaz a történet megvan az összes ősnéknél. Mert igaz, és nem egy Noé volt, hanem több is, de az a nagyon érdekes, hogy mindegyiknél másképp hívják, de a történet ugyanaz. Hogy jöttek az égből, megmondták neki, hogy ezt kell csinálni, mert hogy jön a nagy özönvíz, és hogyha aki nem ezt csinálja, annak vége lesz, és akkor ezek csinálták. És megcsinálták, és akik megcsinálták, azok talán megúszták, akik meg nem csinálták meg, mert ha, ilyen hülyeségeket beszélezik, hát itt sivatagban milyen víz, bolond ez. Igen, jött a víz. Akkor már nem volt bolond, akkor nem volt hajó. Ugye, mert ő nem épített hajót, mert hiába mondod neki, tehát nekem nem mondja azt, hogy a sivatagba jönni fog a víz. Ugye, na most azért nem kevés víz lehetett ez. Mennyi lehetett szerintetek? Még egyszer annyi, mint a Földön bizony. Hát, hogyha ha 5 km magasra, mekkora az Ararát? 4090. 4090. Szóval ilyen jó magasnak. Na most az Ararátot is ellette, akkor gondolhatod, hogy nagy volt. Ugye, mert esett az eső. Na most, humán süsű, drágaságom, szépségem, esik az eső. Jó, rendben van, én nem tagadom, csak egy nagy probléma van. Miből lesz az eső? Ugye? Miből lesz az eső? Ez a kába köve, és ezt körbe kell járni háromszor, mindenkinek egyszer életébe el kell menni, és... Nem az a lényeg. Egy Isten, egy emberiség. Igen. Hát ez olyan... Itt jönnek a proféták. Ez van kirakva Isztambulban az egyik mecset mellé, ott fotóztam. Ezt a Berzi fotózta Isztambulban a mecset mellett, és mi van rajta? És ezt tanítják, tehát hogy igen. Itt van Jézus, mint proféta, de Isa, a 25. Látod, ott van a kiemelt, bordó kiemelt proféta, látod, ott van Jézus. Tehát ezért hazugság, amiket itt nekünk a fejünkbe traktálnak. Tehát van egy hülye, akinek csak gyűlölete van, esze nincs, nem tud az egészről semmit, de öld meg a rohadékot, szóval ez, és ez, csak ezt tudja. Ugye? De más nem tud, mert megölte a mit tudom én kicsodát, meg azt is, és akkor öld meg a rohadékot, és mindent ilyet ölj meg. Ugye? És ugyanezt mondják ezeknek az iszlám harcosoknak is, fogalma nincs, hogy kit miről meg. Nem is érdekes. Az a lényeg, hogy féljenek tőle. Hát nem azért öl meg embert, mert az haragszik rá, hanem azért, hogy őt ője fölőle, nagyon fél. Ez a kék mecset előtt van kirakva. Itt van a kék mecset előtt. Kék mecset előtt van ez a tábla, nagyba. Igen, az a fekete, abban van belül a kába köve. Nem azért raktam ki. Nem azért raktad ki? Nem, a profitát miatt raktam ki. Jó, de hát csak mondom, hogy abban van kába követ, még nem fotóztam. Abban még nem voltál Medinába, vagy Mekkába, és akkor azt háromszor körbe kell járni, és nem mindegy milyen irányba. Bizonyára jobban? Ne, erre járnak körbe, így. Balra. Óra iránynak ellenkezőleg járják. Hát a héberek a tóra irány. Igen. Na, szóval az a lényeg, hogy ezt körül kell járni minden hívőnek, minden iszlám hívőnek. Egyszer életében oda el kell menni zarándoklatra, és ezt körbe kell járni háromszor, és akkor megdobálnak egy ilyen oszlopot az a sátán, ilyen infantilis marhaság, tudod, tehát, hogy van egy ilyen oszlop, az a sátán oszlop, és akkor mindenki egy kővel, hát egymást is néha jól fejbe gabizzák ezzel a kavicsal. Tényleg, nagyon sok eset van, nagyon sok. Mert ilyen kacsákat dobnak, tudod, ilyen retteneteket. Néztem ezeket, hogy hogy dobálnak, ott valami nagyon durva. Aztán túloldalon átdobja a tömeg közé, mert ilyen rettentő nem tud dobni, életében nem dobott célba, tud. És akkor ilyen rettentő ilyen kacsákat dobnak, ilyen őrülteket, és akkor az megy, repül a nehézkő, ki tudja hol áll meg, két vagyon talál meg. Úgyhogy ez van. Berzi járt itt Isztambulba, és járt Törökországba,
és nagyon érdekes dolgokat gyűjtögetett össze, mert hogy itt is arról szól a történet, hogy az a gyűlölet, amit bennünk itt most fűtenek, meg amit ott bennük is fűtenek, az tökéletesen alaptalan, ha vallási szempontból nézzük. Tehát maga a vallás nem gyűlöli a kereszténységet, és úgy egyébként meg aztán mondjuk Iránban vannak keresztény templomok ugyanúgy. Tehát ott nem bántják a keresztényeket. Van, ahol agyonverik, de van, ahol nem bántják. Hogy mennyire van fölúszítva. Tessék van a csak. Nem, hogy én sem a jót is és a rosszat is. Ézsaiás proféta 45.7. Ott van az idézet benne, hogy... Ézsaiás proféta 45.7. Én csinálom a világosságot, a sötétséget, a jót és a rosszat. Hát, ha minden egy. Ugye? Akkor a jó oldal és a rossz oldal is egy ugyanaz, és érdekes, hát ugye ez benne van a mi atyánkban, csak a sok süke bokka ezt nem vesz észre. Benne van. Hát, pap kollégáimnak szoktam mondani, hogy te figyelj, te imádkozol az ördökhöz is. Én aztán nem. Hát mondom, de te imádkozol az ördökhöz. Emlékezzék csak, mit szoktam mondani, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Kivisz téged a kísértésbe, édesem? Hát az ördög. De szabadíts meg a gonosztól, ez meg a másik oldal. Tehát mind a kettőhöz imádkozik, csak nem veszi észre. Hát ez se veszi észre. Érted? Nem veszi észre. Eldarálja, mint egy verkli, elmondja, mint egy hülye magnó, aztán közben nem is érti, hogy mit beszél. Hát szörnyű. Hát komolyan nem érti, hogy mit beszél. Hát. És annyira harcolnak egymás ellen, meg mit tudom, ilyeneket olvastam most egy könyvben, hogy az Isten már az emberiséget elhagyta, már nem is válaszol, mert az Isten az most már, mintha nem is lenne, nem is érdemes már hozzá imádkozni sem, mert úgy is elhagyta már az emberiséget, és senkinek se válaszol, csak a pusztába kiáltott szó, az imádságunk, meg ilyen marhaságokat össze-vissza hordanak. Hát kik ezek? Akik azt akarják, hogy te ne imádkozzál. Ugye, hát ezek a materialisták. Ők is imádkoznak. Ugye? Imádkoznak. Az Isten. Ugye? És káromkodnak, nem? Nem imádkoznak? Csak olyan negatív oldalhoz, ugye? Ándal letolatják a főnökkel a gatyáját. Hát nem így van. És melyikötök nem mondta még? Ó, de ez nagyon cikki. Melyikötök nem mondta még ezt? Dehogy nem, mindegyikötök mondta, bizony. Még a vallásosok is. Ráutottak kalapáccsal az ujjára, hogy valami. Mindjárt olyanokat mondtok, hogy hújújúj. Persze. Na, tehát ez, amit én nektek mondok, az mindig színigaz, tehát nem akarlak rábeszélni téged semmire. És én a Bibliára se akarlak rábeszélni, csak azt nézem, hogy van egy világképünk, ebben a világképben őrült hibák vannak. De őrült szarvas hibák vannak. Keringenek az elektronok? Jó. Keringenek. Na akkor most tessék nekem azt is elmondani, hogy mi a rossz ettől keringenek évmilliárdokon át. Mert segbe rúgták az elején, aztán most megkering. Mi? Ó, hát ez nagyon gyengécske. Tehát valamilyen elvet kellene már kidolgozni, drágáim. Egy elvet, ami ez hajtja ezt az elektront. Az ősrobban is. Az ősrobban nagyon durrant és annyira hajtja, hogy minden atom. Ja, aztán ugye az anti-anyagra is mindenféle sötét anyagoznak, most ez nagy divat lett. Ugye? Na, a nagy mozgató. A nagy mozgató, az egyébként az univerzum fala, ami ilyen galaxisokat egy irányba mozgat. De miért? Mert egyre jobban vonzza őket, és ha méred ezeknek a sebességét, akkor még gyorsulnak is. Na most az ősrobbanással ez marhára ellentmond, ugye? Mert egy robbanás, gondolj bele, bum, itt van egy robbanás, szétrepül, valameddig fölrepülnek a szajrék, aztán visszaesik a földre, nem így van? Minden robbanás ilyen. Ha a légüres térbe robban, akkor szétrepül, az lehet, hogy nem lassul, de hogy nem gyorsul, az biztos. Mert miért gyorsul? Mert gyorsul. Képzeljétek el, hogy az ősrobbanás, amit gondolnak, csak hogy azt nézték, hogy távolodnak tőlünk a dolgok.
Jó, tehát akkor tágul még most is az univerzum, tágul, nagyon jó, tágul. Ez igaz egyébként, hogy tágul. És tudod, mi az érdekes benne? Hogy tágul, és mindig ugyanakkor. Hogy lehet valami, hogy tágul, és mégis mindig ugyanakkor? Mert nem is hal egészen, nem? Mert keletkezik. Így van, állandóan keletkezik, és állandóan pusztul is az anyag, tehát ez az anyag megmaradás, meg az energia megmaradás törvénye, az csak ettől eddig lokálisan igaz, de nem mindenképpen igaz. Tehát nem minden esetben igaz. Gondolj csak az annihilációra. Ugye? Ami a fizikában van, az a nihil az azt jelenti, hogy semmi. Az nem azt jelenti, hogy energia, bocsika, az nem azt jelenti, hogy energia. Az azt jelenti, hogy semmi. Tehát ha valami nihilálódik, az semmivé lesz, és nem energiává lesz. Tehát ez az egyenlő emszer színézet is csak lokálisan igaz. És tényleg, és ehhez nem kell valami őrült nagy apparátus. Te figyelj, ott a padlásszobában megcsináltam a reakciót. Tehát működött. A padlásszobában, figyelj, semmi. Nulla. Tudod, mi volt benne? Néhány vízvezet, egy cső, manométer, meg egy szivattyú, egy orosz kutszivattyú, egy ilyen semmire való vacak orosz kutszivattyú. Egy ilyen ronda kinézésű, csúnyán legyártott. Itt van, hogy a szingularitásból, vagyis hogy a pontszerű valamiből elindul. Na jó, de bocsánatot kérek, a szingularitás az egy pont. Na most akkor hol a francba volt az anyag? Ugye, mert robban, jó, robban, de mi is robban? Hol az anyag? Honnan lett ez a rengeteg anyag? Mert amit látunk itt, világot magunk körül, őrült nagy világot látunk magunk körül, hatalmas nagy világot. Tehát az emberek nem, mert az emberek azok nem látnak csak az órukig, hát azok hasra esnek a izébe egy MTK kábelével, pedig fehér, azt abban is hasra esik, fehér botot is adni kell neki hozzá, mert tehát így keresztben van egy drót, így a MTK kábel biztos átesik rajta. Egyik fölfele nézeget, azt minden elátesik. Tehát elindul egy pontból, és aztán a galaxisok egymástól kezdenek távolodni. Hát, hogy miből lettek a galaxisok? Hogy lettek? Tudom, ködből, meg nézett, igen, jött a hidrogén felhő. Értem, én ezt értem, csak egy nagy baj van. Még mindig nem értem, hogy miért kering benne az elektron, mert engem csak a majom érdekel. Yeah. Mert ha nem mondod meg nekem, hogy miért, mitől kering évmilliárdokon keresztül az elektron, akkor te nem vagy fizikus. Te csak mondod magadról. Engem lehet anyázni, csak akkor te nem vagy fizikus. Egy fizikusnak meg kell tudni mondani, hogy miért megy a fény fénysebességgel. Nem tudja megmondani. Einstein sem tudta megmondani. Honnan van a rengeteg anyag, hogy működik az anyag, miért bocsát ki állandó hullámokat, honnan van a tömeg. Tehát egy csomó olyan dolgot meg kéne már mondani, amit nem mond meg senki. Mindenki mellé beszél, elkezd össze-vissza tenni-venni, amikor, vagy elkezd anyázni, ugye az a másik. Hogy lehet ilyen hülyét kérdezni? Nem volt más a közelben. Tehát hát úgy lehet ilyen hülyességeket kérdezni, hogy nem volt más a közelben, és ezt csak tőled tudtam megkérdezni, mert neked állítólag az a szakmád, hogy te atomfizikus vagy. Ha atomfizikus vagy, jó, rendben van, akkor talán az egyidejű jelenségekről, hogyha mondanál valamit, mert nagyon szeretném. EPR mondjuk. Egyidejű jelenségek. Ugye most már megjelent a fizikában a kvantum összefonódás, megjelent egy ilyen handa-banda, rájöttek arra, hogy ketté vágnak egy fénykvantumot, elküldik őket így két felé, ketté lehet vágni a fénykvantumot. Há, jó, ketté vágják a fénykvantumot, az egyik elmegy erre 10 km-t, a másik arra 10 km-t. Oda beteszek 10 km-re egy polár szűrőt. És figyelj, amikor átmegy ezen az a fele, amit arra elküldtem, az a fele is poláros lesz abban a pillanatban. Nem fénysebességgel, hogy 20 kilométert, ameddig a fény lefut, azonnal a rohadék, azonnal, minutában rögtön, mert ez nagy baj. Hát persze nem baj, mert az a száluniverzum, amiről most beszélünk.
Tessék, parancsolj. Hogy vágják ketté? Már csak úgy vághatják ketté, hogy a fénykvantum 8 darab időforrásból áll. Ezt még ugyan nem tudják, hogy hány darabból áll. Bár megvan, mert hogyha megnézed az ezotériát, akkor a nyolcszágú csillagot éppen hogy hívják a... Energiacsillag. Energiacsillagnak. Ahogy a francban nem, hát nem úgy hívják, hogy energiacsillag. A népművészetben is. Tessék? A népművészetben is azt a mintát úgy hívják. A népművészetben, a művészettörténetben mindenhol energiacsillagnak hívják a nyolcszágú csillagot. Egyébként energiacsillag a határú csillag is, amit Dávid csillagnak is neveznek. Csak az a téridő. Az ugyanúgy fény, csak 6-os szimmetriájú fény, vagy 8-as szimmetriájú fény. Ilyeneket tudott a nép, drágám. Tehát a nép tudja, a fizikus meg nem tudja. Értitek, hogy mi a röhely az egészben? Persze. Ha nem a proletár fizikát vesszük, amivel itt minket etetnek ilyen amit az egyetemen kínoznak, meg az gimnáziumban gyerekeket kínozzák olyan matematikával, fizikával, büdös rohadt életben nem fogja használni. Tényleg kínozzák őket, szavarosan. Szinte fegyelmező tantárgyak, hogy valahogy egybe tudják tartani a gyerekeket, mert rosszak, mint a bűn, és akkor valahogy egybe tartsák, állandóan zsarolják a tanárok azzal, hogy nyitogatják az osztálykönyvet. Jöjjön ki a Kovács, esik nagy csak. Csak erre vannak alapkérdések. Ez ugyanolyan a fizikus, nem a pszichológus. A pszichológus elvélekkel foglalkozik, neki az ember is kollárkán. Miből áll? Hogy épül fel? Ezeket mindent tudják válaszolni. Gőzen nincs hol. Pszichológia mit jelent? Lélek leírás. De ő tudja mondani ezt, hogy pneuma, hogy a Szent Ágoston is a pneuma, és hogy onnan... Azt ő mondja, hogy ne. Persze, Szent Ágoston a pneuma, tudja mondani. Csak egyet nem tud, mi a lélek. Arról fogalma nincs. Tehát én meg elmondom neked, hogy milyen a szerkezete strukturálisan. Hogy 50 kimenete van. Meg mit tudom. Tehát rengeteg dolgot tudunk róla, részletes dolgokat, és nem csak hogy milyen, és hogy mekkora. Fizikailag mekkora egy lélek, egy látható részecske egy lélek. Lehet látni. Te is látod, nem szóval nem kell látónak lenni. Hát olyan, mint egy lézersugárba belemegy, mint az a mutogató cerka, valami olyanba belemegy, és akkor abban látod. Vagy ilyen padláson, ilyen fénysugárban. Azt mindegyikőtök látott már. Csak porszemek ott terjengenek benne, és ha egy színes porszemek, hát próbálj bele beszélni. Ugye elsőre hülye hangzik, hogy beszélgetsz a porszemekkel, ugye? De ha megáll, akkor te voltál a hülye. Eddig. Ugye? Mert hogy ha megáll, így megáll előtted az egy darab piros porszem, mondjuk, így megáll, vagy kék porszem, megáll előtted. És akkor megkérdezed tőle, hogy lehet veled beszélgetni? Ha igen, akkor csinálj így, erre így csinál, akkor ott rögtön berecsentesz a gatyába. Érted? Mert, hát persze, mert ez egy tényleges, egy lélek itt van, és lehet vele beszélgetni. És azt válaszolja neked, hogy igen, vagy azt, hogy nem. Vagy nem tudom. És lehet vele barkóbázni. Jó ott neked? Igen. Szeretsz ott lenni? Igen. Régen haltál meg? Nem. És így ki lehet kérdezni. Jó kérdéseket kell feltenni, és akkor amire barkóbáz, igen, nem, mert lehet válaszolni. Vagy esetleg egy ilyen karikát is tud csinálni. Nem tudom a választ. Fantasztikus, jó, ez nagyon jó. És lehet így, persze lehet vele, csak nem ajánlom a lélek idézgetését, szellemidézést, nem nagyon ajánlgatom senkinek, mert újabban hoztak egy törvényt, és ráragasztják arra, aki idézgeti. Na most akkor megtanulja, milyen a magyarok Isten, mert éjjel-nappal buzerálni fogja, éjjel-nappal, nem hagyja aludni, éjjel-nappal. Tehát akkor már figyeld, két hónap múlva ilyen karikásak lesznek a szemeim. Az valami szörnyen fog kinézni, azért, mert nem hagy aludni éjjel-nappal. Végkimerülésig buzerál téged, mert akar veled beszélgetni. Erre unatkozik, igen, neki nem kell aludni, tudod? Ez a ciki. Neki nincs biológiai teste, neki nem kell aludni. És akkor ilyen hölgyek nagyon, az imádják az ilyen hókuszpókot, nagyon-nagyon szeretik. Aztán magukra szabadítják a balét, azt jönnek hozzám rinyával, már nem aludtam két hónapja, három hónapja. Jönnek sírva, ríva, hogy most csináljak már vele valamit. Hát néha sikerül elküldeni, vagy levenni róla, néha nem.
attól függ, kiragaszkodott rá, milyen jól ragasztom. Ez nagy veszély. Tehát a világegyetem keletkezése egy pontból indul el, csak nem egészen így, ahogy ezen az ábránban, hanem az a pont, az az ige, amiből elindul. Az az ige, az igazából úgy néz ki, mint egy alma, csak rettentően picike. Szóval olyan picike, hogy elképzelni sem tudod. Tehát ilyen Planckhoz nagyságrend környékén mozog, az nagyon-nagyon picike, de atomoknál is sokkal-sokkal kisebb. És a fénykvantumokban is ilyen van. Tehát a fénykvantumok is ilyentől működnek, ilyen időforrástól, az egy időforrás, az igen. Hát, hogy biztos nem tévedek, mindegyikötök tudja a szabályt. Ki az, aki nem tudja, mi az igen? Na, nem tudod. Néztél rá. Miért? Nem mondjad, mert tudod. Kifejező szó. Három ideje van. Érted mi? Három ideje van. Tehát az időről van szó az igével kapcsolatban. Ott így meg mondja neked a főnök. Tehát bárkit megállítasz az utcán, még a hülye is tudja. Tényleg. Tehát aki ilyen, az se tudja, hogy ki volt Kossuth Lajos, vagy mit tudom én. Semmit nem tud a világról, semmit. De semmit, nulla a tudása. Megállítod ilyen részeges csavargó, a becsület szőjestőből kitámoljuk, még az is tudni fogja. Tehát ez a lényeg, hogy annak is megvan a tudásában, megvárod, hogy kihozzanodjon, akkor biztos meg tudja mondani, mert az iskolába beverették vele. És ez jó, hogy így van, mert ez az ige. Az maga az idő. És éppen ez az, amit a fizikából kigolyoztak. Tessék észrevenni. Igen. A lepedők. Na de, lepedők. De nézd már meg, van egy XY, ez egy sík, ugye? Ez az XY, ez egy sík. Igen. És az idő, az a T, ugye? Az az idő. Csak ezzel baj van. Ez két alma, meg egy körte. Miért is? Az egyik dinamikus, a másik statikus, és az egésznek semmi köze egymáshoz. Tehát a tér nem vonható így össze az idővel. Tehát itt kezdjük. Mert a síkagyú, aki az XY-t odarajzolta, az Z-t levette innen, és helyére oda tűzte egy táng, ez az idő, tessék. Csak hogy az idő nem vektor, hanem skalár. Jó ide, barom, ciki. Mit is jelent ez a skalár? Mindenfele terjed. Úgy van, mindenfele terjed, nincs irányultsága, hanem egyszerre mindenfele terjed. Mint a robbanás hangja. Az is skalár. Mert hogy? Egyszerre terjed. Mondjuk a levegőben egy tűzjáték fölrobban, és egyszerre terjed a hangja gömbszerűen mindenfelé. Fölfele, lefele, jobbra, balra, lefele, mindenhol van. Akár merről hallgatod, gömbszerűen terjed. És ez a lényeg az egészben, hogy az idő ugyanilyen. Na most ott kezdődik a probléma, hogy ezt fölfedezte a Minkowski, ez a Einsteinnek volt a matek professzora Svájcban. És fölfedezte, és el is mondta, hogy beletesszük az XYZ rend, DK-féle koordináta rendszerbe, betesszük oda a nulla pontba, ahol találkoznak ezek az egyenesek, kereszteződnek oda, beteszünk egy időforrást, ami egy ilyen gömbszerű időt csinál. Így próbáltam a negyedik dimenziót bele szutyakolni valahogy a háromdimenziós rendszerbe, mert marára hiányzott belőle, nincs dinamikája. Hát nincs dinamikája. Hát hiába le tudott ezt az asztalt úgy ábrázolni a térben, hogy az időben nem létezteted? Hát nem igen. De nem én, nem ám. Hát itt kezdődnek a bajok. Egy atomot le lehet írni a térben, de nem írod le az időben a folyamatot? Hát nem. Na, itt kezdődik a baj, hogy ez a síkagyú, belemerevedett marhasság, amivel minket raktáltak az iskolába, hogy a sík háromszög szögeinek az összege a 180 fok. Na igen. Csak egy baj van ezzel az egész hülyeséggel, hogy ez csak a sík háromszögre igaz. És a sík háromszög
az a milliárdféle lehetőség közül az egy. Ez olyan, mint hogy a tojglik, az ovális forgási ellipszoidok, mi között a gömb az csak egy speciális eset. A speciálisan olyan, hogy a két fókuszpontja egy helyre esik. És ettől kezdve lesz belőle gömb. Ugyanígy az ovális, mint a tükröd otthon, ugye? Az ovális, annak két fókuszpontja van, és úgy lehet, hogy is lehet oválist rajzolni? Tudtok oválist rajzolni? A marhajó kell hozzá két gombos tű, meg egy darab spárga, ami hosszabb legyen, mint a gombos tű közötti távolság. Hát legalább egy másfélszer akkorára kell venni, egy cérna. Rákötöd a két gombos tűre, hogy tudjon rajta forogni. Ilyen burkot csinálsz a végére. És akkor úgy ráteszed a két gombos tűre a papírra, és akkor utána egy ceruzát így megfeszíted, és így húzod a vonalat, így félig meghúzod, akkor áthozod a túloldalra a cérnádat, és akkor a másik oldalon szépen befejezed a ovális. Gyönyörű ovális lehet rajzolni. Attól függően, hogy milyen hosszúra veszed ezt a spárgát vagy cérnát, attól függően hosszúkásabb lesz, vagy gömbszerű, vagy körszerű lesz, és így tovább. Még a Commodore-on úgy lehetett annak idején kört rajzolni, hogy meg kellett adni a két sugarat, meg a két fókuszpontot. És hogyha ezeket a két sugarat, meg a két fókuszpontot egyformára adtad meg, akkor kör lett belőle. Így lehetett ott a Commodore-on kört rajzolni, körfüggően. Vagyis, ugye a sík háromszöggel megtaptáltak minket, de a gömbi háromszög az már picit sem olyan. Elindulsz az északi sarkról, lemész az egyenlítőig, ott derékszögbe elfordulsz, elmész egy negyed egyenlítőnyit, 10.000 kilométert elmész, és visszamész az északi sark. Minden szöge ennek a háromszögnek 90 fokos, vagyis ugye a háromszög szögeinek az összege 270 fok, nem ám 180. Bizony. És ugyanígy lehet a görög dinnyével, meg egyebekkel, ugye, két szöget is. A dinnye szelet az egy két szög. Az egy két szög. Mert a dinnye helyet, ha megnézed, annak két szöge van, a két csúcsa. Tehát az egy két szög, ami egy gömbfelületből van kimeszve. Tessék, Pancsa! Jól gondolom, hogy az egyetemes geometriával, ami csak egyenesekkel operál, lehetetlen leírni a teremtést? Azokkal a geometriákkal, ami csak egyenesekkel operál, lehetetlen leírni a teremtést. Nagyon jól mondja Péter. Tehát eleve a síkhagyúság miatt nem képes kijönni a dágványból a mai tudomány. Nem képes kijönni. Hát hiába mondod el neki ezt, nem fog kijönni, mert mindenki fél, hogyha ő ezt kimondja, akkor őt le fogják hülyezni. Pedig igaz? Hát akkor is fél, mert az összes irigy és lüke, és hasonló a lüke kollégája, nem, ki fogja golyozni. Nagyon ciki, mert akkor a torkára esnek, és lesz munkája, de nem sokáig tessék parancsolat. Ez pontosan ugyanaz a vita, mint a vektor algebrában, a fizikában alkalmazott vektor algebrában, hogy a támadáspontba, vagy a támadásponttól húzzuk az erővektort. Úgy bizony. Ez pontosan. Egyébként a dolog az valahogy úgy néz ki, hogy a kauzális és a nem lineáris valóságot nem tudják összehozni, ez volt az Einsteinnek talán a legnagyobb problémája, hogy az okozati és az egyszerre lévőség. Na, tehát van egy ilyen paradicsom alakú, mint ott fönt ez a piros lámpion a fejünk fölött. Fordíts rá egy kicsit a kamerát, majd a lefényképező. Jó? Tehát az a lényeg, hogy ez egy ilyen paradicsom alakú, nem véletlenül használják ezt az alakot a kínaiak, azt hiszed, hogy véletlen. És mit gondolsz, miket írnak rám? Miért sárkányokkal ünnepelnek? Mert ezek ilyen sárkánynisták, vagy ezek ilyen reptileket imádók, vagy kik ezek? Tudod, ezek biztos gonoszak, mert a reptileket imádják. Közben dehogy is, a két teremtő táncát járják el minden ünnepen. Hát mit kell ünnepelni, aki megteremtette a világegyetemet? Azt nem kell ünnepelni? Téged kell, hogy hasmenésed van, vagy nincs. Hát ne hülyeskedjetek már. Érted? Tehát a teremtőt ünneplik. A teremtőt. Az a teremtő, az táncol. Táncol, eltáncolják a teremtést táncban. Mert azok is csavarogtak egymás körül, aztán létrehozták a világot. A két teremtő. A két teremtőnek mi köze van az Istenhez?
Abból lesznek. Abból lesznek, így van. Pontosan. Abból lesznek. Tehát nagyon is szoros köze van, sőt, azok is maradnak. Tehát az örökre az marad. Mert a teremtő elágazásából keletkezik ez a világegyetem, és az elágazás magához visszakanyarodik, az lesz az első időhurok, ami az egész világot megalapozza, az időhurok, amit a téridő fizikusok már ezerszer megtaláltak. Tehát megtalálták, nem az, hogy nem tudnak róla, csak mindig eldobták. Valamilyen ilyen süke bókasság miatt eldobták. Mert hogy nem öleti meg a saját nagyanyját, meg ilyen. Persze femtoszekundumok alatt az arra könnyen fog menni. Ugye? Hát milliárdod másodpercek alatt, hogy ölnéd már meg a nagyanyádat? Még a gondolat sem született meg bennetek. Miért? Hülyeséget beszélnek. És ilyenek miatt nem eldobálják, képzeld el. Pedig az a világegyetem működésének az alapja az Uromorosz a görögöknél. Az az időkígyó. Az indiai vallásban kálanága. Mit jelent az, hogy kálanága? Kála, az idő. Nága, kígyó. A hatos szám is ilyen. Igen. A hatos számot az pontosan. A hatos szám is pontosan. Így van, meg a kilences. Van kilences. Így van. És a rák jele, amiben én születtem, az egy hatos, meg egy kilences. Milyen nagyon érdekes. Na, tehát itt vannak a kínai ünnepeken ezek a lampionok, és mit ünnepelnek vele? Hát az teremtőt. Tehát ők a teremtőt nem úgy látják, hogy jön egy ilyen nagyszakálú bácsi, meg mit tudom, mit csinálni. Ott van benne a fény. Benne van a fény. A látható fény az ott van benne. Igen, így van. Benne lakik a fény, és nem a sötétség. Meg is látná magát benne, ha az én nem közeledik. Tehát ez a lényeg, hogy itt van a kínaiak ünnepében, és a kínaiaknak az írás jeleiben nagyon érdekeseket találtam. Megtaláltam benne az univerzumot. Ó, de hogyan? Ha az univerzum úgy van leírva, hogy két tó, két négyzet, aminek a közepén van egy kis pötty, így kezdődik. Aztán 10, a kínai 10, és akkor alatta meg tűz. Tehát négy darab ilyen ékezetszerű van alatta, kettő ebből össze van kötve. A 10 tűz. Hát de mi az a 10 tűz? Tisztelet. Az a 10 teremtő, képzeljétek el, az a 10 teremtő, aki a világegyetemnek a mai képében már benne van. Indulásból 2, aztán ebben belerohannak kívülről további teremtők, mert a teremtő az egy originális időforrás, és nem több. Nem bácsi, nem néni, nem is atom, nem is részecske. Nem részecske. Az originálisok közül van férfi és női originális? Igen, az csak attól függ, hogy relatív a másikhoz képest merre forog. De nagyon fontos, hogy még az első időfizika könyvben még benne volt, csak aztán azt sokan nem értették, az RR, a Relative Rotation. Tehát benne volt a relatív forgás, hogy a másikhoz képest télben azt tudom, merre forog. Másik oldalon nézem, akkor az már másik. Nem. Adok neked én egy jobbos csavart, meg egy valós anyát. Nem bírod soha se onnan rácsavarni. Nem, a jobbra forgást azt nem lehet fölcserélni a balra forgással, majd a túloldalról nézed. Nem. Nem lehet fölcserélni. Tehát fogsz egy ilyen hengeres menetes szárat, nagy menettel, és akkor egy anya csavarját. És akkor azt gondolod, hogy a másikat, a másik végülről a balost meg onnan rá lehet csavarni, nem lehet. Amarra végére is csak ugyanazt az anyát lehet rácsavarni, mert innen lecsavarsz. Tehát ezek egymással nem felválthatók, és ugyanez van a teremtésnél. Tessék, hogy csak tudnak, akkor tudod azt váltani? Az originál is. Tud fordulatot váltani? Igen, tud nemet váltani, így is mondhatjuk. Mert a nem, az csak a forgás irány.
Semmi több, mint a forgásirány, és kész. Tehát a gombolós ruhánk, nem véletlenül mondjuk, de rajtad olyan is van, vagy rajtam is, hát olyan, a ruhagombolás őrzi a titkot. Így ki van rakva mindenki elé, itt ki van rakva, itt a titok, látod a titkot, kis hülye. Érted? Ki van rakva elé, hát nehogy már az én gombolásomat ne lássa. És ha megnézed a lányokon a blúzt, az pont fordítva van. Persze, mert a lányok aurájának a forgása ellenkező, és tehát attól női, hogy a forgás irány, a rotáció, hogy merre forog. És ez a nagyon lényeges dolog, hogy a ruhánkban is megvan, és azok, akik már ezt kezdik így újítgatni, azok erre rájöttek, hogy úgy lehet téged energiával kiírni, hogy nem kapsz elég energiát a teremtőtől, hogy ilyen t-sortokat raknak rá, tudod, ilyen trikókat, mint rajtatok, ugye fiatalok mindenbe járnak, aztán csodálkoznak, hogy magtalan, impotens. Hát de miért? Nem, most nem rólatok van szó, hanem csak nagyon sok a fiatalok között. Szóval, hát gyerekek, hát a tessék csak egy kicsit, aki ilyennel foglalkozik utána nézni, hogy a nagyapáink a 4 milliónál tartottak, az mostaniak meg 500 000-nál. Férfiak. Már rosszabb. Ilyen köbcentire az anyagban a spermium szám. Már tehát rosszabb. Majd még annál is rosszabb. Már 800 000 alatt van már is. Igen. Tehát őrült tempóban romlik a férfiak férfiassága, miért? Nem, viszont... De hogy hát a tököt mellett oldod azt a buzerás telefont. Ugye? Azt a rohadt buzerás telefont éjjel-nappal buzerálod, mert pláne a tinédzserek, hát azok megvan, élve, halva, áldan ott magyarozza a telefonját, mert fél a metron, hogy jön egy ilyen csöves, vagy valami beleköt, mit tudom én, föl se néz, csak ilyen befelé néz és nyomogatja a telefonját, és véresen kell, itt vagy, itt vagyok, jössz, megyek, jössz, itt vagyok, mindjárt jövök, megyek, hol vagy, itt vagyok, ezt csinálják. Ugye az anyja távirányítja otthonról, mint egy ilyen biorobotot. Tehát komolyan. Figyelem az utcán, hogy megy és beszél, és itt kell jobbra fordulni, és itt kell balra fordulni, hát távirányítja otthonról. Ott hallom, hogy mit mond az anyja beszél, hallom, hogy hangul, ordít az anyja a telefonba, hallom, hogy azt mondja neki, hogy de hülye vagy, hát ott van az a közép, nem látod? Na ott van, és akkor meglátja, na, és ott fordulj be mellette. Mert az anyja is eltévedne GPS nélkül. De én nagyon menő üzletasszonyokkal mászkáltam sokat már életemben. És amióta van GPS, az mind ki van tűzve a GPS, és ne tudnak, hogy a három utcával arrább is GPS-szel megy, sírva fakadok. Nem ismeri a térképet se, csak az mondja neki, hogy most fordul jobbra, újra tervezés. Persze, mert nem fordult jobbra. Persze. Na, mit találtál? Elemi részecskék. Ez a teremtés üzenete. Ez a teremtés üzenete. Csak azért, hogy... Ez a teremtés üzenete, ez az átkos határán jelent meg. Ez a könyvem. Az átkos határán is elfogyott filozófia könyv 10700 példányban. És még nem tudom, hogy utányom te a kiadó, mert lehet, gyanakszom rá. Tehát az a lényeg, hogy vitték, hát egy verses kötetet 500 példányban nem tudsz már egy neves költőtől eladni. Egy nagyon neves költőtől nem tudsz eladni 500 példányt. Úgyhogy fölveszik az összes könyvtár megveszi, Szabó Ervin könyvtár vesz belőle, a Széchenyi könyvtár vesz belőle, a köteles példányokon kívül, vesznek belőle egy csomót, meg különben a költők éjjel halnának nyugodtan, meg a kiadók is. Tehát már igencsak nem lehet eladni verset, pedig nagy szükség van rá. Én onnan tudom, hogy szükség van rá, hogy szoktam elmondani verset ilyen összejöveteleken, és én látom, hogy milyen beindulás van rá. Látom azt, hogy borzasztóan hat az embereket. Az azt jelenti, hogy nagy igényem van rá, csak nem kapja meg sehol. És az, hogy durva szavakkal dobálozik egész nap, az meg végül.
megnék. Ilyen rövidített kis durva szavakkal dobálózik. És itt azt írom le, hogy az elektronból itt soha nem lehet proton, és viszont, tehát ahogy az energiatér és a részecske sem konvertálható semmi másra. Tehát az energiából sose lesz részecske, a részecskéből sose lesz energia, így nem, ahogy ezt itt elképzelték, hogy az energia valamilyen elektromos, meg mechanikus, meg mechanikus energiával alakul az ütközéstér, tehát ha én neki ütköztetek egy fényplantumot egy felületnek, akkor az meglöki. Meglöki, fizikailag is meglöki, parancsolj. Abból az energiából, amit ők gondolnak, abból csak ez a nagyon pici időeltérésekkel keletkezés által lehet egy ilyen káplázattal csak anyag. Úgy van. És ezt használják egyébként ki az igényteremtés, igénykiszolgálásnál. Tehát ettől valaki ezt nagyon jól tudják. Persze. Így lesz a boldogság keresésből pornofilm. Igen. Csak szóval nagyon hosszú folyamat kérnék, néhány ezer év hozzá is már. Igen, így ahogy mondom. És az van, hogy tehát miből állnak az anyagi részecskék, meg a lelkek, nagyon fontos. Mi a fenéből állnak? Miből vannak? Ja, a mai atomfizika azt mondja, hogy kvarkokból vannak a része, az elektronok, a protonok, a neutronok, kvarkokból vannak. Kvarkok. És tovább egy halkat a kvarkokon? Igen. Hát ez egy ilyen mondának, vagy egy bizonyos, hogy a Mark király elbugázzák az Izoldát a Mark királytól, és akkor a Tristan farkannal a fedélzeten, és akkor kiabálnak a sirályok, hogy három kvarkot Mark királynak, aki üldözi a megszökött feleségét, de sose éri utol. Ugye? Tehát, hogy, és ezért kvarkoknak nevezték el az atomfizikusok, de nem három kvark van, hanem legalább nyolc. De ezek csak kívánságlisták, ezek a kvarkok, tehát az összes tulajdonságot, amit mértek, úgy kitalálták, hogy ezeket a tulajdonságokat variálva össze lehet rakni különféle ilyen kis kupackákat, amiben annyi a forgás, annyi a töltés, annyi minden, tehát kis kupackákat raktak össze, és ezeket a kis kupackákat mondják, hogy ezekből lesznek a részecskék, de hát nem. Hát nem ebből lesznek, hanem ez is benne, érdekes, mert benne van a Bibliában. Képzeljétek, a kvarkok benne vannak a Bibliában. Teremtések, így van, a termések és gyümölcsök. Így találunk meg a szövegbe, hogy termések és gyümölcsök. Mert hogy miért? Mert egy belülről kifele keletkező ilyen elágazó rendszer van a részecskékben, és ez a belülről kifelé állandóan szaporodó elágazó rendszer, mindig kettéágazik. Ezeken keletkeznek ilyen termésszerűek, mint ahogy a fán keletkezik egy alma, vagy almák, több alma, ugyanígy keletkeznek a részecskében is ilyen csomósodások, és ezt már kimutatták, és barzasztóan egy lábon ugráltak az atomfizikusok. Hát először 3-at találtak, aztán 16-ot is találtak már. Ezek a termések és gyümölcsök, vagyis, hogy ezek nagyon rövid ideig léteznek, mint a fán az alma, megérik, aztán leesik. Az jön a következő év, az a következő teremtési ciklusa a részecskének, megint lesz rajta ilyen, megint leesik a francba, eltűnik, megrohad, szétmálik, ugye? Mert ezek a részecskék miből állnak? Igazából az a megfoghatóság, amit nekünk a fizikában mutatnak a részecskék, időellentmondásból állnak. Időellentmondásban. Tehát a felületük egy időellentmondás. A nem létező UFO-k, mert ugye az UFO-k nem léteznek, az csak képzelgés. Pár ezret már lelőttek a Földön, meg mit tudom, de nem léteznek. Szóval hivatalosan nem léteznek. Tárgyalnak velük, meg láttam egy csomó ilyen szerződést, amit kötöttek velük, de nem léteznek. Na, az a lényeg, hogy ezek a nem létező UFO-k, az oroszokkal beszéltem, meg az ukránokkal, ilyen professzorokkal, akiket szakértőnek hívtak, mert hát ugye kiket hívjanak, az akadémikus professzorokat. És hát de nem léteznek ilyen UFO-k, de jártak benne a nem létező UFO-ban, amit lelőttek az oroszok, és jártak benne, meg fényképezett, láttam a fényképeket, amit benne az UFO-ban fényképezett már a lelőtt UFO-ban.
fényképezett a profit, oda nem adta, de megmutatta nekem, még megnézegettem a fényképeket. A belsejéről az UFO-nak, hogy hogy nézett ki a vezérlőpult, meg minden. És hát elég nagy volt ez a kis focska, elég nagy volt, tehát olyan 40 méteres, szóval olyan nem kicsikécske volt. Na jó, az nagyon kicsinek számít, tehát a 40 méteres az nem valami óriási nagy dolog, de hogy is 800 kilométeresek is vannak. Tehát, meg sőt, most a napszonda, ami állandóan fényképezi a napot. Találtam benne ismétlődést, amit közölnek. Állandó fraktás, mint a jépek tömörítés, fogják és ismételik, hamisítják, amit mi kapunk az interneten róla. Igen? Persze. Ha. Lebuktak megint. Nem, hát mondod, hogy most megmutatnak azt, hogy milyen forgalom van itt. Vannak, akik viszont rá vannak állva, és gyűjtik, dekódolják, visszadekódolják az eredeti jelre. Az eredeti jelre. Ott van olyan forgalom van, hogy... Olyan forgalom van, hogy gyűjt. Igen, mert hogy, hát ez olyan, mint amikor az ausztrál rádiósok fogták a Holdról, éppen fenn voltak az amerikaiak a Holdon, és a titkosító izéjüket fogta, a titkosított adásukat, hát azt föl lehetett venni magnóra. Hát föl lehet venni magnóra. Fölvették magnóra, és addig nem nyugodtak, még vissza nem fejtették a titkosítást. És az nem volt túl bonyolult egy ilyen rádiamatőrnek, az csak azt képzelik, tudod, hogy az milyen bonyolult. Az, aki csinálja, a jó pénzé eladja. Volt nekem itt egy ilyen haverom, aki itt a BRG-be, itt a szomszédba itt kavart, és akkor a rendőröknek a hasábrádióját ízett. Így kinyitotta a kapcsási rajzat. Komolyan, nála volt a kapcsási rajza, kíváncsi vagy rá, mi mondom, persze. És így csinált és becsukta. Ennyi időt láttam a kapcsási rajzot. Hát mondom, ez egyszerűen van megcsinálni, és elmondtam az egész rajzot. Vissza lerajzoltam. Olyan szemét vagy, föl volt dúlva, hogy én hogy tudom ennyiből egy ilyen nagyon bonyolult ekkora nagy kapcsási rajzot, ennyiből meg, mert jó a vizuális memóriám is. Nagyon jó, hát le tudom fényképezni, pláne ilyen elektronika. Nagyon megy. Hát ugye egész életemben elektronikát nyomtam, és ott nagyon kellett a vizuális memória, és én abszolút tudtam az összes tévének a kapcsolási rajzát így fejből, mert nem lehetett mindet cipelni. De tudtam, ha már foglalkoztam egyszer vele, volt olyan, hogy életemben még nem láttam olyan tévét, és ki volt a Vali, láttam, hogy mi a hibája a tévének, de nem tudtuk levenni a hátlapját. Álmomban nem tudtam, hogy kölni. Ilyen hosszú csavarozó kellett hozzá, és akkor két hosszú csavarozó annál, aztán szerváltuk olyan hosszú csavarozót, és levettük a hátlapot, és ott aggódott a part, de értenek hozzá, mondom, belül, igen? Belül értünk hozzá, kívül nem értünk hozzá, mert hogy ezt a hülye hátlapot még nem szedtem le ilyet sosem. Mert ha beviszem a szervizbe, nem számítod ott, hogy egy fél óráig kínlódok vele, hogy nyitom ki, ott nem számít. De az ügyfélnél számít, az elment a bizalma, vergődött és hallgatott. És aztán megcsináltuk neki hibátlanra a tévét, jó lett. Mondom, belül értek hozzá. Kívül nem értettem hozzá, hogy hogy kell ezt a szart kinyitni. Mert hogy ilyet én még nem láttam, ilyen zárat. De attól még tévé az egy kapta fára működött a legtöbb. És akkor ilyen volt. Jó kalandok voltak. Na a lényeg az, hogy ott lehetett megtanulni, nagyon gyorsan memorizálni dolgokat, mert ha valaki nem tudta ezt, akkor az sehol nem tudott. De nem cipelheted magaddal az egész szakirodalmat. Nem, egyszerűen nem. És akkor ezért voltak, hogy csak egy típust vagy kettőt vállalt, amit képes volt megjegyezni. Mert nem volt többet képes megjegyezni. Na, van-e valami kérdésetek? Tessék, parancsolj! Van egy annak a japán tudósnak kutatónak, aki a víznek a szervezetét kutatta. Igen. Hogy gyakorlatilag annak az alapján, ugye, hogyha a rizsel kísérletet végeznek, hogy különböző ilyen elmond fogalmakat írnak rá, hogy szeretetjénk el, gyűlölet, stb. Hogy akkor hogy működik. És azt gondolom, hogy igazából ugye, ha bármilyen szót ráírunk, a tartalmat azt mi adjuk, mert egy másik nyelven más tudunk rá. És ezért azt gondolom, hogy nem igazán a szó jelentése az, ami hat arra a rizsre vagy anyagra, hanem az a gondolati rezgés forma,
amit érzel, akkor vagy kibocsátok, amikor ráírod. Ez így van. És teljesen mindegy, hogy milyen nyelven írod rá, igen, ha a szeretetre gondolsz. Viszont, érdekes, a kínaiak hogy hívják a szeretetet? Áj. Áj. Ája, ája mondjuk a kisbabára. Nem érdekes? De mintha ismernénk. Mintha ismernénk valahonnan, igen. De a nőt hogy hívják? Csaj. Nő. Meg mi meg csaj? A csaj az már, hát a csaj, az azt jelenti, hogy szűk. Bocsánat, még most esik van a tapusztöpfej, nagyon jó. Hogy igazából akkor nincs is szükség rá, hogy bármit is ráírja, csak az a kibocsátóból. Így van. Csak megjelölöm, hogy ide ezt. Így van. És ezzel lehet gyógyítani, éppen. Csak megvan a kísérlet, hogy megcsináltak, hogy nem tudja az illető a nyelvet. Igen. Csak a jelkészletet lerajzolja, és az is úgy hat a vízzel, tehát nem tudja, nem gondol semmire. És úgy tanulja meg, olyan, hogy úgy nem tud leírni valamit, hogy nem gondol semmire. Nem úgy értem, hanem úgy, hogy nem arra gondol, tehát nem tudja, hogy mi az a jel. Megcsináltak a próbáit, mert ennek már kereszt próbálják. Jó, hát a similis gauded. De az Istenen keresztül van, amikor a szálló univerzum. Na most nem figyelj, 1 milliárd 300 millió ember él Kínában. Hányan gondolnak ebben a másodpercben arról, hogy szeretet? Rengetegen. Tehát ha te leírod azt a jelet, és nem tudom, mit jelent, az is működik persze, mert Kínában gondolják hozzá, és tök mindegy, tudod, hogy milyen messzire van ide Kína? Fénysebességgel. Az a gondolat mennyi alatt ér át Magyarországra Kínában? Egy tized másodperc alatt itt van. Tehát nincs kompakt gondolat. Nincs kompakt anyag. Itt van. Negatív érzelmek, ilyen vízkristály, ilyen jégkristály keletkezik, pozitív érzelmek, az egyébként a hatos szimmetriájú téridővel van rezonanciában, a szeretet jele, a téridő maga az a Szentlélek, és az a hatos szimmetriájú Szentlélekben az összes hó pihen, majdnem 8-as szimmetriában hullik lefele. Nagy része a hópihéknek, 6-os szimmetri, nem 8-as. Hatos szimmetriájú. Tehát ha egy ilyen fekete bársonyt kiteszel, akkor ilyen nagy pihékbe esik a hó, így kimész egy kicsit a hóra, hagyod, hogy egy csomó essen, és nem viszed be a melegre, hanem csak bejebb viszed, hogy ne essen rá tovább, valami eresz alá, de hideg helyre, és akkor megnézegeted, vagy lefényképezed egy fekete bársonyon, szépen le lehet fényképezni. Fantasztikus. A nagy része a hópihéknek hatos szimmetriájú. De miért? Mert a legstabilabb szerkezet. Mert a téridő hatos szimmetriájú, és ez melyik téridővel van rezonanciában? A síkkal, úgy van. A síkkal, a grafit is. Meg a szénvegyületek igen gyakran. Nem mind, de a nagy része. Mert a fullerének azok már kicsit mások, mert az ötös és hatos szimmetriák is vannak. És itt már parancsolni. Ezen az elven, amiről az előbb beszéltünk, igazából, ha egy teremben egyszer valami pozitív energiát kibocsát valaki, utána hiába jön valaki negatív, nem tudja felülírni, mert az magas a rezgésű, ugye? Felül tudja sajnos. Mert megölnek ott valakit abban a helységben, utána az a helységet nagyon nehéz kitakarítani ettől a halálrezgéstől. Nagyon nehéz. És hát tudod, olcsón veszel egy lakást, és nagyon szép lakást, csak nem tudod, hogy mivel, vagy valakit kinyírtak. És akkor mondjuk 2-3 év múlva már minden bajod van, és már nem tudod, hogy mi a túró van. És akkor egyszer csak meghallod a szomszédoktól, hogy ott tölték meg a Matildot abba a szobába. És neked ott a hálószobában, aztán csodálkozol, hogy időnként, most, hogy én nem vagyok egy nagy szellemjárásos, de most nagyon érdekes volt, nem voltam hévízen üdülni, és éjszaka így rátette a hátamra valaki a kezét, háromszor is. Tehát három éjszaka is így, csak így rátette a kezét. De éreztem, hogy így lenyomja a takarót. Nem ütötte, hanem csak így lenyomta. Érezhetően lenyomta. Valaki ott kísértett. Vagy ott halt meg abban a szobában például, és azóta is ott lakik, mit lehet azt tudni. Engem nem bánt, én nem félek semmilyen szellemektől. Tényleg nem, abszolút nem. És aztán... Segítséget kért? Tessék? És nem segítséget kért? Lehet.
Nem mondott semmit. Csak így rátett a hátam, mindig a hátamra tett a kezét. Hogy tudtam már tudom kenni a kezét? Nem hát, kenni. Nem kenni. Tehát a hason feküdtél? Általában hason fekszett. Ja. Úgy félig hason. Amióta leestem a létráról. Rá a satúpadra. De ilyen vasból volt. És egy ekkora kovácsatú is volt rajta, arra estem rá. Azóta úgy érzem, hogy hol a vállam, hol a medencecsontom, azóta érzem. Hát ilyen az élet. Jön szembe. De kész lett a munka. Háromszor leestem a létre. Na, de lejöztem, amit kellett. Mert egy gyomorbeteg voltam abban az időben, és amikor mondtam a nejemnek, hogy tejbegrészt főzön, akkor hát ilyen kaját nem lett, akkor nem fog meggyógyulni, és mit főzött? Töltött káposztát. Persze, hogy beleestem a létráról, ha nem bírtam megenni. Nem rossz indulatból tette. Nem, biztos nem. Csak ő úgy gondolta, hogy hát ezt már meg kellett etni, a sovány, meg kellett etni. Ja, most nézd meg, hogy most már meg is etetett. Íztam 40 kilót, de nem baj, jó ez. Sokkal nagyobb tisztelet, teljes pofont tudok adni a kocsmában. De hol nem jársz? Mit? Hol nem jársz? Nem. De azért bebetévedek mondjuk egy sörre Balatonon, amíg bemegyek ilyen. Becsercsőjesztőben nem a legrosszabban. Hát mindegy, hogy most, hogy ez ilyen csicsákkal ki van rakva, vagy nincs, hát figyeld már. Ezek csak ilyen külsőségek. De hát azért egy ilyen jó kis pörkölt után, azért az jó kis barna sör, milyen jó az. Na, tehát csak egy pohárral, nem 50 korsóval, hanem csak egy pohárral. Nagyon jó. Na, van-e valamilyen kérdés még, tessék van a család? Tessék van a család. Nyugodtan, nem mondja. Nem mondja. Ja. A vákum, amit megpróbálnak létrehozni, a múltkor próbáltam megfogni, tehát nincs benne levegő, meg anyag. Tehát igen. Akkor ott elkezdem megjelenni, hát ezeket elkezdték virtuális részecskepárokat elnevezgetni, hogy ott az a jelenség figyelhető meg, ahogy például a hirtelen nyomás csökkenésnél átlántjuk, tehát az átjön-e oda, keletkezik-e antianyag abban az anyagmentes? Keletkezhet. Illetve, hogy átjön a... Hát hiszen maga az univerzumos anyagmentes környezetbe kezdett keletkezni. Tehát az anyag is keletkezett, nem az van, hogy volt és aztán fölrobbant, hanem szépen sorba keletkeztek részecskék, tehát megvan a tajionoknak olyan találkozási paraméterrendszere, amit ha kielégít a találkozás, pont termékeny a találkozás, akkor létrejön egy részecske. Egy ilyen szimmetria robbanásnak neveztem ezt még a könyvemben annak idején, hogy ez így fölnövekszik egy ilyen három darab tahionból keletkezik egy proton mondjuk, vagy egy neutron. Pontosan a neutronok keletkeznek, aztán azok elbomlanak protonokra, meg elektronokra. És igazából az összes atom ebből áll. Tehát amíg vannak még vagy száznál több részecske, de az a tartós anyag, amit fogunk az asztal vagy a szék, azok a tartós atomok, ezek akár ezredekig is el vannak, tehát asztal is, ha olyan helyen van tárolva, akár ezer év múlva is megmaradhat. És ez a keletkezés folyamata, ez egy szimmetria robbanás, és 740 ezer párra megy szét. Nem, 740 ezerre 300. Igen. Pár. 740 ezer, 370 ezer pár. És ezek a párok, ezek fiú-lány párok, és már összemérhetők a téridő hullámhosszával az elágazásnak a hosszai. A fa tövében is összemérhetők, de ott még olyan ritkán vannak, hogy nem adnak ki felületet, hanem csak ilyen kis pöttyök keletkeznek. Amikor már ez a faszerű elágazás, mint egy ilyen nagy almafa, úgy képzeld el, már úgy elágazott, hogy már 700 vagy 370 ezer ágacska van már rajta, pár, mint a karfiol, igen, és annyira sok hely fele elágazott már, akkor ott már ki tudnak adni egy felületet, tehát azt csinálja, hogy a téridő ellenkezőleg mozdítja el ezeket a párokat, és egy idő ellentmondást hoz létre, egy időtükröt.
ez az idő ellentmondás az, ami aztán a felületet fogja képezni. Így néz ki ez a fraktál. Így néz ki ez a fraktál. Egyébként a káosz fraktál is pont így néz ki, mert alapelvileg, amit levezettek, hogy a káosz fraktál ilyen, na, az is levezett. De a hang keletkezése is nagyon hasonló. Most le tudták fényképezni a hang, hogy mi történik, amikor a hanghullámok gömbszerűen terjednek, és abban is egy kis, és még kisebb, és még fraktál hasonlósággal. Persze. Az is. A világ önhasonló elemekből, nem önazonos, önhasonló, azért fraktál, ugye? A fraktál nem önazonos elemekből áll, hanem önhasonló. Mindegyik hasonlít a másik, de nem ugyanolyan. Tehát nagyon hasonlóak vannak, és vissza-vissza térnek már olyan, hogy már majdnem úgy néz ki, de mégsem azonos. És ezek mindig mások és mások. És a így szabadon néz. A fraktál is rendszer, a legtöbbtől a fraktál is. A legtöbb, minden. A nagy természetben is. A nagy természetben. Rájöttek ilyen képtömörítő eljárásoknál, hogy a természetet lefényképezett, tehát egy hegyet, völgyet, erdőt, füvet, mit tudom, lefényképez egy réteg, és ha lefényképezed, az piszok jó be tudja tömöríteni ez az eljárás. De ha benne van egy ház, az nem. Az nem fraktális. Az kilóg alulában. Az a természethez nem illeszkedő elem. Attól mi még szeretetjük persze, a házunkat meg minden, de az külön szokták eltenni azt a kis részt, amit nem lehet így betömöríteni. Parancsolj! Teljes. Ja, láttam egy képet most, hogy a Hubble milyen fantasztikus képet tudok már csinálni, hogy rengeteg galaxis fényképezett le, tehát rengeteget, és egy-egy ezüst, meg arany nem volt egy-egy galaxis, és hogy tudja ezt megcsinálni, hiszen a Hubble a teremórán belül van, és igazából ugye úgy tanultuk, hogy a terembúra azért kicsit olyan, nem is áttesző, de hogy azon igazából... Valamennyire átlátszó a terembúra, hát látjuk a csillagokat, persze. Igen, de... Meg a galaxisokat is. Igen, de hogy úgy néz ki, mint hogy igen, ez az a kép, át is tudtam, igen. Gyönyörű, szép. Ez az, igen. A Hubble egy irányba fordították, olyan helyre, az égnek olyan részére, ahol semmi nem volt. Ott a nagy üresség, ilyen deep space. Na, és akkor utána odafordították, és így nagyon hosszú időfelvételt csináltak, és tele volt galaxisokkal az az terület is. Úgyhogy innen látszik, hogy hát kevesek vagyunk még, egy kicsit kevesek vagyunk. Egy-egy ilyen kék meg arany volt, az egy-egy galaxis. Igen, de azok milliárd csillagból állnak. Igen. És hány milliárd bolygó van körülöttem? Hogy milyen érdekes. 100 milliárd van a mi galaxisunk. Körülbelül. Ezt hogy érted, Gyuri, hogy olyan helyre irányították? Hát, ahogy az égen, már körbe fényképezték az egész eget. És voltak olyan helyek, olyan nagyon sötét helyek, ahol szinte semmi sem látszik. Na, hogy ott aztán mi van? Most már nagyon kíváncsiak lettek, és azt hiszem két napig egy helyre exponáltak vele. Ugyanarra az egy helyre exponáltak. És mindig nagyon pontosan rajta tartották. És hogy nem, milyen érdekes, ott is rengeteg ilyen sok. Itt tényleg ez le volt írva. Igen. Hát bogáltam én. Én a te fejedből olvasom, hát hogy? Hát én honnan tudjam? Én nem tudom, te tudod. Ebben a felvételben az a poéna, hogy kiszámolták, hogy az innen jövő fény az 1 milliárd évvel kevesebb, mint az univerzum keletkezése óta gyűn. Csak akkor hogy alakult ki ilyen gondolt, meg ennyire teljesen kialakult galaxisok, amikor még addig az ősrobbanás felfogódási szakaszában van? Nézzétek, ott van a probléma, a vallások jót őriznek, csak akik őrzik, azok már nincsenek a helyzet magaslatán. Tudnélik, a Föld születését mondja el 6,5 nap alatt. Aztán már abból a világ születése lesz, mert a Föld, meg a világ, ugye, azt már összemostuk régen. Ugye? Az oroszoknál a béke és a világ ugyanúgy össze van mosva, a mír. Ugye? Na most az a lényeg, hogy összemosták ezeket a dolgokat, de a Föld születéséről van szó, de igen ám, de nem ennek a földgolyónak a születéséről van szó, hanem a földelemnek a születéséről, ami a neutron. És nagyon precízen, pontosan leírja a neutronnak a struktúráját, a működését, és mindent leír,
csak a sok sükebóka. Értem, hát semmit se értett belőle, de ő már nagyon értette, és elkezdték megmagyarázni. Na, ott aztán abból lett is. Aki nem a mestere, hát az a hóhéra. Aztán elhóhérolták ezeket a drága dolgokat. Meg lehet találni szerencsére, mert megvannak sokszor az eredeti szövegek, a magyarázatokat felejtsd el, és az eredeti szövegekben például le van írva egész precízen, hogy működik egy részecske, hogy keletkezik, és hogy működik, ezt a szünet után fogjuk elmondani, de neked még van egy utolsó szó. Egyébként így jön, hogy megjelentek olyan, hogy cserépfal, vagy olyan klinikai tanulmányok, hogy megjelentek tárgyak, hogy odabírtak ilyen tárgyakat, ember papírokat, régi, hogy klinikai körösszal nem volt tőlük sem, és megjelentek azt mondani, hogy akkor honnan hozták el, mert honnan jelentek meg azok a tárgyak, hogy máshol nem jelentek, hogy nem látták át a nem. Nem tudom. Nem tudom. Valaki értette? Nehéz volt érteni, mert nagyon hadar. Nagyon hadarsz, de olyan mérhetetlenül hadarsz, hogy tényleg oda kell figyelni, azért kérdezte meg, hogy valaki értette. Igen, és orvosi körülmények között, hogy ne vinnom el a sajtjegy leppel, és akkor ha kevesen gondolkoztak, megjelentek elég papírok, lószar, meg tolla, mindenféle vas. Szóval megjelentek olyan tárgyakat, hogy meg oda lehet hozni dolgokat, néha ilyen véletlenszerűen is. Ha itt Magyarországon volt valaki, kísérletezett vele, ismertem személyesen is, mert berohant egy adásunkhoz még az Erik, Erik volt a, aki zongorászni szokott lent, az Erik. Azzal volt egy tévéműsor, talán 19 éves volt az Erik, így valahogy, és egy olyan 3-4 órás, olyan professzionális tévéműsort rittyentett Erik, mint műsorvezető, hogy abban voltak a hadügyminisztériumból, meg mindegy, szóval abszolút professzionális műsort csinált a Zuglói TV-be, és a Zuglói TV-t fölhívta a Zuglói Telefonközpont, hogy mi a lószart csinálnak maguk, van 1000 vonaluk, és abból 990 magukat hívja. Mi a rapsevet csinálnak? Annyira érdekelt az embereket a műsor, hogy be akartak telefonálni, és lángolva hívták a stúdiót a Zuglóiak, mert ez a Zuglói TV-be volt csak. És akkor már megszűnt ez a ilyen UFO-s műsor, betiltották, mi is mutatjuk, és akkor utána megszűnt, meg, és akkor csináltunk egy ilyen UFO-s műsort, hát az bolondokháza volt a tévében. Jó. Nem az a másik oldalán járt, de az a tárgyban? Nincs másik oldal, mert az a tárgy itt is megvan. De a térnek egy másik pontjáról át lehet teleportálni tárgyakat. Tehát előfordul, ezek a kutatók csinálták... De az hiányzhat onnan. Az hiányzik onnan, eltűnik. Tehát az van, hogy csináltak ilyeneket, hogy letettek egy speciális asztalra, amiben ilyen speciális besugárzók voltak körbe, letettek mondjuk egy sörös üveget, és el tudta tüntetni. Hát egyszerűen eltűnt. Nyomtalan. Csak egyszer csak valahogy csörömpölve leesett a közelbe. Ha nem, akkor pekje volt, mert valakinek a hasába jelent meg. Úgy, mint a Philadelphia kísérletet. Úgy, mint a Philadelphia kísérlet. Így van. Ilyen hasonlókat itt Magyarország. Egyébként a Philadelphia kísérletben is részt vettek magyarok, és az egyiket meg is ölték itt Magyarországon a Bartók Béla úton. Hazajött, már öreg nyugdíjas volt. És utána jött valaki, matróz, akiket kinyírtak, és utána jött, és láthatatlanul utána tudott jönni, nem volt gond, és akkor, mert időnként eltűnt. Sőt, leginkább eltűnve volt, de időnként előtt. És akkor utána jött, és nagyon érdekesen halt meg, egy körfűrésszel ketté vágták a fejét, úgy, hogy a körfűrész a falra volt akasztva. Azt nekem senki nem mondja, hogy valaki így nekidül a körfűrésznek, és így ketté vágja a saját fejét. Azt nekem senki nem mondja. Tehát belenyomták a fejét ebbe a körfrészbe, és be volt belülről zárva az ajtó. Na most ki tudott-e menni ez a gyilkos? Simán, mert amikor rátörték az ajtót utána az öregre, mert állandóan szólt a körfrész már egy fél napja, és akkor, hogy mi van nála, és akkor a rendőrök betörték az ajtót, meg a házkezelő, mit tudom, kicsoda, és akkor utána ott volt meghalva az öreg kettévágott koponyával, de milyen nagyon érdekes. Hát közben, ahogy kinyitották az ajtót, ott a nyitott ajtón úgy sétált ki, hogy akart, mert láthatatlan ember, nem látszik.
ki tud menni. És akkor, és kit kinyírtak valakit még itt Magyarországon is, az részt vett ebbe a Philadelphia kísérletben. És szerintem többeket is kinyírtak ezek a matrózok. Tehát, hogy elhatározták, hogy ezeket a rohadékokat, akik minket ebbe belehúzta, azokat kinyírjuk mind. De benne voltak a nagy feltalálók, az Einstein, meg a Tesla, meg egy csomóan benne voltak, mint az atombombában ugyanaz. És ezek között sok volt a magyar. Tesla is itt adhatott meg? A Tesla nekem azt mondta, beszéltem a lelkével, meg van hangfelvételben. Azt mondta, hogy őt az íróasztal mellett átbaszolták. Ugyanilyen módszerrel? És elsomákolták a rendőrség. Tehát a gyilkosságot elsomák. Szállodában volt, ugye? Nem tudom, hol volt. A lakásán volt. A függöny mögül belépett valaki és hátbaszolt. Mit csináltak még vele az utolsó hónapban? Ja, öreg volt, nem volt fiatal. Nem volt már fiatal. Meg nagyon féltek tőle. Amikor felfedezte azt, hogy az elektromosságnak a vezetéséhez nem kell vezeték, és már nagyon féltek, és akkor sisteget, ilyen tornyot építettek, és nagyon féltek már tőle. Hát volt is miért félni, mert sokkal okosabb volt a környezeténél. Annyival okosabb, hogy az már egy hülye számára nagyon veszélyes. Veszélyes. A hülye fél attól, hogyha ha valami, amit ő nem ért. Teljesen mindegy, hogy az micsoda. Amit ő nem ért, attól ő fél. A sátán műve, vagy mit tudom én, neki ilyen egyszerű a világa, minden, amit nem ért, sátáni. Neki ilyen a világa. És ez nagy gáz. Na, hát innen tartsunk egy kis szünetet, és innen folytatjuk.